Idén várhatóan 10-20% emelkedik a karácsonyfa ára, elsősorban a szállítási és a munkabérköltségek növekedése miatt, tudtuk meg a Magyar Díszkertészetek Szakmaközi Szervezetének elnökétől. Orlóczi László elmondta, hogy Magyarországon az emberek évente 1,82 millió darab karácsonyfát vásárolnak, 2021-ben azonban több tényező is befolyásolja az árakat. Karácsonyfára a szezon az már elkezdődött, tehát nem december 23-án szállítják, vagy 22-én a karácsonyfát a árusítóhelyekre, hanem már jóval korábban, akár másfél hónappal korábban, és hát erre való felkészülés, maga a kitermelés, mert hogyha a vágott fenyőről beszélünk is, meg hogyha a földlabdás növényről is, ugye feltételez egy elég húzamosabb kitermelési időszakot. Eddig a legnépszerűbb fajta az import Nordman fenyő volt, de az árfolyam változás miatt akár 20%-kal is drágulhat. Méterenkénti ára így elérheti a 7-8 ezer forintot. A luc fenyő méterenként 4-5 ezer forintba, az ezüst fenyő 5-6 ezer forintba kerül majd, de egyre több helyen darabárat határoznak meg az eladók. Ugye a trendek azt mutatják, hogy elsősorban a jegenyefenyő, tehát a levelét nem hullajtó és tartósabb fenyőfélék irányába mutat, a lucfenyő az kezd kevésbé jelentőssé válni, és hát amikor 375 forint körül járkál az euró, akkor azért azt tudni kell, hogy nem ennyivel kalkuláltak a karácsonyfa kereskedők és termesztők sem az ármegállapításnál. Az importfenyőre gondolok, tehát ilyen értelemben biztos, hogy ez drágulás. Az országban mintegy 3000 hektáron termesztenek fenyőfát, főleg Vas, Zala és Somogy megyében. A fák kitermelése november második felében kezdődik, először a földlabdás fenyőfákkal, amelyet az export követ. A környező országokba a román és szlovák piacra vegyesen kerülnek a fajták.